Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Volgáni Bosnyák Ildikó, Annyira Egyházi Egyetem Gazdálkodás Tudományi Intézetének tanszékvezetője. Üdvözlöm! Hát azt hiszem, hogy nagyon jó ilyenkor találkozni, amikor ilyen sikeres projektekről, elnyert pályázatokról kell tulajdonképpen beszélgetnünk és tájékoztatnunk a, a kedves nézőket. Itt a felvezetőben lehetett hallani, hogy tulajdonképpen nem csak a Nyíregyházi Egyetem részese ennek a projektnek, hanem a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem is. A cél nagyon röviden is megfogalmazható, de egy picit részletesebben is lehet róla beszélni. Most erre szeretném elsőként kérni önt. A pályázat az EFOP 3.5.2 keretében valósul meg, amint elhangzott konzorciális jelleggel a Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetemmel közösen végezzük a pályázatot. A pályázat időtartama 36 hónap. A pedagógus képzés nagyon speciális területére fókuszál a pályázat a szakmai tanárképzésre. Ezen belül a mérnök tanár, közgazdásztanár és az egészségtanár továbbképzése céljából e, került kidolgozásra ez a pályázat. A Nyíregyházi Egyetemet a mérnöktanár és a közgazdásztanár képzései motiválták, hogy részt vegyen ebben a pályázatban. Mérnök tanárképzésünk már futott, ennek egy modernizációja valósult meg a pályázat keretében. A közgazdász pedig egy új szak, 2018. szeptemberében indul, és a pályázat keretében lehetőségünk volt ennek a szaknak a kidolgozására. Mint ahogy említettem, ezek a szakok a pedagógus képzésnek egy nagyon sajátságos területei. Egyrésztről segít a pedagógus utánpótlásban, az egyes tanulmányok alapján kb. 200 fő, aki hiányzott a köznevelésből, közgazdásztanár, illetve mérnöktanár. Másrésztről lehetőséget kaptak, kapnak a hallgatóink a végzettségi szintjük emelésére, azaz BA-ból MA képzésre, tehát ez mestertanár képzés, ennek a növelésére. És hát a pályázatnak nem titkolt célja a partnerszervezeteknek, a vállalatoknak, a cégeknek a bevonása, és az ő kollégáiknak a tovább továbbképzése, ahol speciális szakmódszertan ismereteket tudnak adni. Hát úgy gondolom, hogy önök most ezzel a sikeresen elnyert lehetőséggel egy folyamatnak talán a közepén vannak, hiszen szinte biztos vagyok abban, hogy egyfajta piackutatás kellett, hogy megelőzze ennek a kidolgozását, hiszen ott derülhetett ki, hogy kikre, mikre van igény, milyen típusú képzésen rendelkező fiatalokra, vagy akik mondjuk továbbképzik magukat. És akkor jön maga a pályázat, megvalósítása, és akik megszerzik ezeket a végzettségeket, képesítéseket, mehetnek a, a piacra, és akkor használhatják azokat az információkat és tudásanyagot, amit ennek kapcsán megszereztek. Gyakori ez a típusú felépítettségű folyamat? Nem. Ennek a pályázatnak pontosan ez a sajátossága, hogy ez piaci igények alapján került megfogalmazásra, piaci igények alapján került kidolgozásra, és most azon vagyunk, hogy így valósítsuk ezt meg ezt a pályázatot. Egyrésztről a szakgimnáziumok keresték meg ezeket az egyetemeket, hogy szükség lenne pedagógus továbbképzésre, pedagógusoknak a, a további képzettségeknek a megszerzésére, valamint a partnerszervezetek, szervezetek, a vállalatok kerestek meg bennünket hogy az ő saját dolgozóikat, alkalmazottaikat kellene valami olyan tudással felvértezni, ahol segítséget tudnak nyújtani a náluk megjelen gyakornokoknak a segítésében. Olyan módszertani képességeket szeretnének elsajátítani, amely lehetőséget ad arra, hogy a hozzájuk érkezett hallgatókat valahogy közelebb vigyék a gyakorlatvilágához. Ez egy nagyon speciális eset, egyébként ez a pályázat ezeknek az igényeknek, mert tipikusan alulról történő megközelítésben ez megfogalmazásra. És aztán tulajdonképpen egy 360 fokos fordulattal akár vissza is érünk a kiindulási pontra, ha úgy tetszik. Hányan vehetnek részt ebben a projektben egyáltalán? Gondolom ezek az adatok is ismertek, és meg kellett ezeket is határozni. A pályázatnak nagyon sok szegmense van, az egyik csak az, hogy a bevonásra kerüljenek a hallgatók. A Nyíregyházi Egyetemre most körülbelül 40 fő jelentkezett első körben erre a képzésre, A mérnökön már bent vannak körülbelül 25 fő, és jelentkezett szintén egy 10 fő. És ezen kívül a pályázat tartalmaz még képzőképzését, amiről beszéltem, hogy az oktatók, illetve a vállalati partnerek, ott pedig 50 fő bevonására kerül sor a pályázat során. Akik az intézmény részéről ö, részt vesznek ebben a projektben, hiszen vannak, akik ugye csatlakoznak, és megszerzik tulajdonképpen a, a, a kitűzött célnak köszönhetően a, a képzést, a képesítést. Ez mekkora izgalmat jelent egy-egy ilyen projektnek a, a levezénylése? Én gondolom, hogy nem kicsi izgalom volt magának a pályázatnak a kidolgozása sem, de amikor már ugye pontos információ, hogy a, a projekt, megvalósítható, hogy ez, ez milyen, milyen érzés ez, vagy hogy kezdenek neki a, a kivitelezés szempontjából? A megvalósítás első fázis a pályázatnak az összehozás is nagyon nehéz volt, hiszen három földrajzi helyen vagyunk, tehát össze kellett magunkat mindig hozni, és a megvalósítás során is, mint konzorciumi partnerek azért mindig meg kell, hogy beszéljük. Egy pályázatnak egy ilyen létrehozása azért nem, nem titkolt, hogy iszonyatosan sok munka, nagyon nehéz, nagyon nehezíti a földrajzi távolság, hogy három helyen kerül ez megvalósításra, de mindannyian nagy-nagy izgalommal várjuk, hiszen teljesen új területek kerülnek megismerésre a kollégák által, a cégek által. Június végén kerül megrendezésre egy nagy programsorozat, az úgynevezett képzők képzése, ahol lehetőség van a három szegmensnek a találkozására, az egyetemi oktatók, tehát az egyetem, a partnerszervezete a vállalat, illetve a szaggimnáziumok részéről, ez egy háromnapos nagy rendezvény, ahol éppen az a cél, hogy egy tapasztalatcsere, egy információcsere tudja megvalósulni a résztvevők között. Az életben melyik területét nézzük, az innováció nagyon fontos dolog, de a felső oktatásban is. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a projekt is képviseli ezt a vonulatot, de hát ettől függetlenül is fontos ez a Nyíregyházi Egyetem életében. A pályázat pontosan ebbe a rendszerbe illik bele, abba a fejlesztésbe, amelyet mindig kitűzünk magunk elé. Ez jelenti az új szakoknak a beindítását, valamint már a meglévő szakoknak a modernizációját a megváltozott igényekhez kapcsolódóan. Lehet-e 36 hónappal előre gondolkodni? Remélem. Mármint, hogy egy kicsit bele lehet-e abba gondolni, hogy mi is lesz 36 hónap múlva, amikor véget ér ez a projekt. Igen, azt mondják, egy jó hoki játékos nem oda megy, ahol a labda van, hanem kitalálja, hogy hova megy a labda, és oda kell szaladni. Én azt gondolom, hogy a felsőoktatás tipikusan erre példa, hogy előre kell gondolkoznunk, és tudnunk kell, hogy mire képezzük ki ezeket a leendő pedagógusokat, milyen módszertani segítséget tudunk nekik nyújtani az y, -Y -Z generációnak a, a meghódítására. A nehézség azt gondolom nem abban van, hogy Mit kell elmondani a hallgatóknak, hanem az, hogy ezt hogyan lehet átadni. A pályázat ebben a segítséget. Remélem, fog sikerülni. Egy komoly számadattal kezdődött az én kis felvezetőm, és az konkrétan a keretösszeget tartalmazza, hogy mi is állt az önök rendelkezésére, vagyis áll. Ez elegendő? A pályázatnak a nagyság az több mint 400 millió forint, ez oszlik meg a három pályázati partner között. A Nyíregyházi Egyetemnek 102 millió forint a kerete. A két szak kidolgozására, továbbfejlesztésére azt hiszem, hogy ez elegendő, igen. Ha sikeres lesz, már pedig bizonyára így fog alakulni, sikeres lesz ez a projekt, fogja el -ke esetleg a, a hasonló típusú folyamat beindításának lehetőségét? Természetesen a 36 hónapot követően van egy fenntartási időszak, amely mindenképpen fog igényelni további pályázati forrásokat ezeknek a fenntartása és egy szélesítése. Egy pályázatként, egy projektként kezelve mindazt, ami ugye most már zajlik, és még ugye három évig zajlani fog, emellett lehet-e hasonló kaliberű nagy pályázatokat egyszerre csinálni, kivitelezni? Az egyetemnek van is, van egy másik nagy pályázatunk, ez a Duális Képzéses Pályázat, ez az EFOP 35.1. Az a duális képzés fejlesztéséről szól. Ez a, ez a pályázat, amiről most beszélünk, ez pedig egy kooperatív jellegű képzés. Ezek hasonlóak, de különböző szakokhoz kapcsolódóak, tehát külön szakok fejlesztése valósulhat meg a párhuzamos pályázatok kapcsán, de mindenképpen nagyon sok munkával jár ezeknek a pályázatoknak a megvalósítása, de párhuzamosan természetesen ezek jól mennek. Hát gondolom akkor, ha jó munkát kívánok, akkor az fogja segíteni ezt a pályázatot. Köszönjük Én köszönöm szépen, szépen hogy itt volt, szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.